televízió nézőket, önök a Líder perceket látják. Itt van velem Bíró Zoltán, a Szatmár Líder Közhasznú Egyesület munkaszervezet vezetője. Köszöntelek, Zoltán! Én is üdvözlöm a televízió nézőket és a rádió hallgatókat. Legutóbb, mióta találkoztunk, mi történt az Egyesület házatájékán? A tavalyi évet sikeresen lezártuk mindenféle tekintetben, akár a pályázati ügyintézések, akár pedig a működési oldalról nézve, és januárban elkezdődtek azoknak a pályázatoknak a feldolgozásai, hiánypótlásoknak a kiküldése, akik tavaly szeptemberben, illetve augusztus végén nyújtottak be hozzánk támogatási kérelmet, ugye itt elsősorban vállalkozásokról és önkormányzatokról van szó. Tehát gyakorlatilag mi is fogjuk keresni egyébként az ügyfeleket a megadott telefonszámokon, hogy kiküldésre került hiánypótlás, de azért célszerű mindenkinek a saját ügyfélkapuját, illetve az önkormányzatoknak a hivatali kaput figyelni, hogy esetleg bármiféle megkeresése az Egyesület részéről érkezett-e hozzájuk. Hivatalos ügyekben van-e valamilyen változás, amire oda kell figyelnie ők a pályázatokkal kapcsolatban? Igazából a rendeletek, amik meghatározzák a pályázatoknak a feldolgozását, ügyintézését, az elbírálást, illetve a saját működésünket, azok az elmúlt időszakban nem változtak. Továbbra is ez az év, ugyanúgy, mint a tavalyi év, egy átmeneti időszak az EU-s költségvetés tekintetében, így a mi életünkben is. És gyakorlatilag, ha minden igaz és jók az információink, akkor már ebben az évben meg tudjuk kezdeni a következő tervezési időszakra való felkészülést és egy újabb fejlesztési stratégiának az elkészítését, ami majd a következő néhány év pályázatait fogja magában foglalni. Van-e olyan érdemleges pályázat, amiről érdemes szót ejteni a közeljövőben? Ahogy említettem, a mi lehetőségeink bezárultak. Egyelőre úgy néz ki, hogy a források sikeresen lekötésre kerültek és kihelyezésre kerültek a pályázókhoz, úgyhogy igazából, amit tudunk mondani, hogy ez az önkormányzatok részére a Magyar Falu Program pályázatai, ezzel gyakorlatilag ők már tisztában vannak, illetve a vállalkozások számára pedig megjelent egy GINOP-os felhívás, ami szintén Magyar Falu Program keretében, Magyar Falu Vállalkozás Újraindítási Program nevet viseli, ez a GINOP plusz pontosabban, 1-2-2-es pályázati felhívás, ahol gyakorlatilag a szabadvállalkozási zónának minősülő településeken és az 5000 fő alatti településeken működő vállalkozások pályázhatnak. Nagyon minimális feltétel van meghatározva, gyakorlatilag minimum egy fő foglalkoztatása az elmúlt statisztikai évben, egy lezárt üzleti évvel kell rendelkezniük ezeknek a vállalkozásoknak, nem tartozhatnak kata hatálya alá, és gyakorlatilag a támogatási összeg az 2 és 10 millió forint között van, 70%-os támogatás, intenzitás mellett, tehát 30%-os erőt kell tudni biztosítani a pályázathoz, valamint legalább 50%-át eszközbeszerzésre kell fordítani. A másik feléből lehet az infrastruktúrát, tehát az ingatlan fejlesztését, korszerűsítését megvalósítani, és itt IKT fejlesztésre, valamint különböző szakmai jellegű támogatások igénybevételére van még lehetőség. Zoltán, aki még nem pályázott, nem élt ezzel a lehetőséggel, melyek a lépések, mivel kezdje, hogyan álljon neki ennek az egésznek? Hát elsősorban, aki saját magának szeretné elkészíteni a pályázatot, mindenféleképpen el kell, hogy olvassa ugye a pályázati felhívást. Abban konkrétan le vannak írva azok a lépések, hogy mire van szükség egy pályázat benyújtásához, de ugye azt tudjuk tanácsolni, hogy szakembert keressenek meg ennek a pályázatnak az elkészítésével. És gyakorlatilag, ha valaki mondjuk már elgondolta, hogy mégis mit szeretne ezekből a megvalósítani, milyen eszközökre, gépekre van szüksége, akkor már célszerű ugye szétnézni a piacon, és honlapokon keresgetni, hogy mi az, amit bele tud tenni, mi az, ami megvalósítható belőle, mi az, ami nem. Gyakorlatilag, ami korábban volt, hogy 3 árajánlat kellett egy pályázat benyújtásához, ugye ez itt már a piacfelmérés keretében
kiváltható képernyő fotókkal is. Tehát gyakorlatilag én azt tudom mondani, hogy ha már megvan az elképzelésünk, akkor utána konkrétan az egyes honlapokon megnézni, hogy az az adott termék, gép vagy eszköz az milyen árban van, milyen műszaki paraméterei vannak, befér a felhívásba, nem fér. Nagyon fontos, hogy csak olyan vállalkozások pályázhatnak, akik nem mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak, tehát az árbevételük nagyobb rész származik olyan tevékenységből, ami nem a mezőgazdaságból van. Tehát élelmiszerfeldolgozás, például egy kizáró tényező, tehát akinek a tevékenységi köre, illetve maga a tevékenység, amit fejleszteni szeretne, arra irányul, az nem támogatott ebben a pályázatban. Meglévő pályázatok utólag finanszírozást igényelhetnek? Vagy ilyen, valamilyen pályázatot, meglévő vállalkozások utólag pályázatra beadhatnak igényt? Hogyha mondjuk felépült tegyük fel egy épület. Tehát már megvalósult projekt esetében. Nem, tehát minden egyes pályázat, amiről beszélünk most, teljesen mindegy, hogy ez GINOP-os pályázat, vagy vidékfejlesztési programból szeretnék, vagy hazai forrásból megvalósítani. Fontos kitétele, hogy még meg nem kezdett beruházás támogatható. Tehát gyakorlatilag, ha már egy szerződéskötés megtörtént, akkor az a pályázat már ilyen tekintetben megkezdettnek minősül. Tehát gyakorlatilag csak azok pályázhatnak, akik még nem kezdték el a beruházást. Zoltán, köszönöm a tájékoztatást. Nagyon szívesen, és köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Márciusi Líder percekben is tartsanak majd velünk.